Műsorunk vendége, illetve Szabadka városnapi ünnepségének vendége, sztár vendége Magyarországról, Zoltán Erika. Hát azt hiszem, hogy minden idők egyik legnagyobb magyarországi diszkósztárja, egyik diszkókirálynője. Én jó magam tinédzser koromban a te dalaidon nőttem fel. Elég sok-sok éve tart ez a töretlen népszerűség. Mondjam hozzá a kérdést is. Köszönöm szépen először is egy gyönyörű bemutatást, nagyon megtisztelő, jól esik, bevallom őszintén, a hízelgés az egy olyan emberi tulajdonság, illetve a hízelegnek valakinek, amiről soha nem lehet leszokni, és soha nem lehet nem szeretni. Talán ha az volt ugye a dolog lényege, hogy miért és hogyan és hogy történik az, hogy 27 éve folyamatosan, csak annyit tudok elmondani, hogy először is nagyon-nagyon szerencsésnek érzem magam azért, hogy sikerült szólóban elindítani a pályámat, hiszen nagyon sok próbálkozás volt azelőtt, és nagyon sok mindenre mondtam nemet azért, hogy megvárjam azt az alkalmazás lehetőséget, hogy csak engem akarjanak valahol. És ez a lehetőség itt 86-ban az Interpol Fesztiválon. Éppen ezért mindig magam döntök a sorsom felől. Ez az egyik legjobb titok, és azt hiszem a legnagyobb titok, és a másik pedig az, hogy én mindig nagyon-nagyon ezt szerettem volna. 4 évesen jelentettem ki állítólag először, erre emlékszik anyukám, család, mindenki, és számomra ez az igazi élet, tehát soha nem állt szándékomban abba hagyni, megsértődni, hátat fordítani, feloszlani, amit ugye zenekarok könnyen megtehetnek sajnos egy-egy kis vita alatt, de ezt így nekem nem kellett, mert lemoszlok fel, így aztán nem is kell, hogy összeálljak újra, hanem folyamatosan teszem a dolgom. Egyetlen egy konkrét és tervezett pihenés volt, ami szintén rövidebbre sikerült, mint ahogy gondoltam volna, ez 97. december 20-ától, amikor megszületett a gyönyörűséges kislányom. Úgy gondoltam, hogy legalább másfél-két évig csak vele foglalkozom, és ketten leszünk a buliba, és nem többen. De úgy hozta a sors, úgy hozta az élet, és hagytam magam irányítani, mert jónak gondoltam, hogy 98. októberében megjelent, még nem volt akkor 1 éves az Ozi, megjelent a Best of lemezem, és azóta is jövök, megyek vele, mint a távirat. Tehát gyakorlatilag az ő születésétől kezdve 8 hónap volt az intenzív kihagyás gyakorlatilag, ami azt jelentett, hogy nem igazán voltam reflektorfénybe. A kamerákat akkor sem kerültem. Akkor még a régi megboldogult szép időkben nem volt ilyen kétoldalú a bulvár, mert azért most már rengeteg negatív oldala van, nem csak a jó, hanem akkor kezdődött még, és sokkal könnyebb volt. A mai szabadkai városnapi rendezvényen egy igazi nagy koncerttel lépsz a közönség elé, tánckarral. Mit láthat, hallhat majd a szabadkai és a környékbeli közönség? Hát én nagyon-nagyon bízom benne, hogy mindenki, akivel a mai estén találkozni lesz szerencsém, és egymás szemébe nézhetünk majd távolról és közelről is, megelégedett lesz az este végén, hiszen kizárólag olyan dalokkal készültem, amit tudom, hogy szeretnek. Az elmúlt 27 év tapasztalata alaposan megtanított rá, ráadásul a 98-as Best of elkészülte óta működnek azok a dalok újra és újra és újra, amelyek nélkül bármilyen rövid egy 30 perc Zoltán Erika fellépésen is, a rövidített változatot, de azt elő kell adni. Ilyen például a Szerelmes lettem, vagy a Banális történet, és még sorolhatnám, de azért nem teszem, mert bízom benne, hogy a mai estén ezeket mindenki a saját fülével meghallgatja, és a vizuális élmény, amit nyújtunk hozzá 4 táncossal, az kellőképpen aláhúzza majd azt, hogy ez egy nagyon-nagyon jó ötlet volt, hogy mi Szabadkán találkozunk a mai estén. Melyik dal áll szívedhez legközelebb a sok-sok slágered közül? Képtelenség lenne megmondani. Természetes, hogy az első számú mindig a Szerelmes születtem maradt, hiszen ugye ez az a bizonyos, ha ez az első nem készült volna el, akkor a fene tudja, hogy lehetett volna egy folytatás. Tehát ha nem ez a dal az, ami elsőként egy Zoltán Erikát megtalál, vajon lehetett volna-e nekem létjogosultságom ebben a szakmában? Egészen más karakterű énekesnőnek készültem egyébként. A tánc volt az egyetlen, amit mindig tudtam, hogy azt szeretném színpadon együtt művelni. Bár zongorázni is nagyon-nagyon sokáig tanultam, csak valahogy a tánc, a zene
és a zongora az úgy se, hogy nem jött össze. Tehát vagy az ének a tánccal, vagy az ének a zongorával, és az ének a tánccal párosítás mellett döntöttem, de nagyon-nagyon más típusú zenéket szerettem az elején, és úgy gondoltam, hogy megpróbálok majd abba az irányba elmenni. De amikor jött a lehetőség, és felajánlották nekem a Szerelem Születtem című dalt, akkor úgy gondoltam, hogy nagyon-nagyon buta lennék, hogyha végre valaki most már rám gondolt, és ez konkrétan a Pásztor Laci volt, aki annak idején megkeresett, akkor nekem most nem az a dolgom, hogy válogassak, és még olyan zenét is keresgéljek hozzá, ami az én akkoriban, ráadásul ugye fiatalként az embernek mindig sarkosabbak a gondolatai, és finnyásabb és kényesebb az ízlése, és a diszkózenét akkor nagyon-nagyon sokan nem érezték olyan felemelőnek. Hát azoknak most már, én úgy gondolom, az én 27 éves pályám, de jó magamnak is egy nagy pofon volt, illetve saját magamnak is egy nagyon-nagyon erőteljes tanulóecke volt, hogy soha nem mondjam azt, hogy soha. Az ember folyamatosan változik, és hogyha valamivel öröme lesz magának is, illetve azoknak az embereknek, akiknek ezekkel a dalokkal örömet okozhattam, akkor ezek a legjobb dalok a világon. Miért valójában milyen karakterű énekesnőnek készültél, vagy képzelted volna el magad? Én nagyon-nagyon szerettem, és szeretem a mai nap is a szózenét és a funky zenét. És ami a karrierem elején egy állandó kérdés volt, most már azért hála Istennek egy megszokott dolog, hogy az én beszéd hangom ilyen erőteljes altba csap át, és ehhez képest, mikor megszólalok egy Casanovával, egy Szerelem Születtembe, akkor a kettő nehezen összepárosítható, hogy most ugyanarról az emberről beszélünk-e. Ez a hang, amin én beszélek, gyakorlatilag ennek megvan az ének hangváltozata is, amit én két lemez erejéig meg is próbáltam, ez volt a 94-ben megjelent Angliában elkészült Blooper című album, és a 2004-ben 10 évre rá elkészült Quartet Angyalai című album, ami nagyon funkis dalok, ezen a hangszínen mélyen énekelve, de azt a reflexet, azt a reakciót kaptam a rajongóktól, hogy nagyon jó, nagyon tetszik a zene, de hol van ebben a Zoltán Erika? És akkor itt nekem kellett meghúznom a vonalat, hogy ha egyszer engem így szeretnek, és a közönség mindig azzal magyarázta, hogy a beszédhang az tök jó, azt nagyon szeretik, egy interjúnál, egy rádióriportban, sőt van olyan barátnőm, aki amikor elkeseredett, vagy rossz napja van, azért hív föl, hogy egy kicsit búgjak a fülébe, és tényleg nem viccelek, meg szoktad tenni. Akkor azt mondom, hogy Zoltán Erikaként nekem most már úgy kötelességem énekelni, ahogy tőlem szeretik. Van olyan slágered, amit valójában az élet írt? Nagyon-nagyon sok ilyen készült az elmúlt időszakban, hát azért a 27 évben rövid idő, az már egy emberi életből is hosszú idő, és nekem csak az énekesnői karrieremből telt el már 27 év. De például az első lemezem egyik meghatározó dala volt nekem, az apámról nincs mit mondanom, amit aztán revidiálnom kellett évek múlva, amikor végül is összehoztam apukámmal az életemet. De az a dal akkor nagyon jelentős volt. Aztán a többi dal, például a Túl Szexit mindig úgy szoktam bejelenteni a bulikon, és ez így lesz a mai estén is, hogy annak idején, amikor megjelent és címadója lett a második albumomnak, akkor kaptam hideget, meleget ettől a dallal, mert olyan slágeres, meg olyan kis butácskás, meg olyan szőkés, és akkor én ezt nagyon a lelkemre vettem, mert bár mindig szőke voltam, de soha nem tartottam magam butának, és az összehasonlítás, és aztán ami úgy ki is alakult, hogy szőke vagy, akkor biztos, hogy nagyon hülye. Ez engem éveken keresztül borzasztóan bosszantott. Most már csak úgy szoktam bekonferálni, hogy 25 év eltelte után, hiszen 80-ban született a dal, annyit már biztosan megállapíthatunk, hogy lehet, hogy én sem születtem szőkének. De most már évek óta az vagyok, és nekem ez az igazi, és akinek tetszik, tetszik, akinek nem. Mi történt az elmúlt 27 évben? Könnyebb volt annak idején érvényesülni énekesnőként, vagy pályakezdőnek lenni akkor? Hát erre a kérdésre azért nehéz válaszolnom, mert én ugye most nem vagyok pályakezdő, hála jóinek. És igazándiból, ha őszinte akarok lenni, nem is szeretnék most azt lenni. Én úgy gondolom, hogy a ma kezdő énekeseknek sokkal, de sokkal nehezebb dolguk van. A közönséget meghódítani szerintem mindig nagyon-nagyon nehéz. Az soha nem könnyű dolog, mert önmagában a mai világban ugye az a média támogatás, amit a kereskedelmi rádiók, televíziók, esetleg egy jó sajtós csapat egy kezdő ember mögé tenni tud, az hihetetlen nagy érték. De az nem jelenti azt, hogy az emberek egyenként szeretik azt a valakit. Csak borzasztó sokat látják, borzasztó sokat hallják, nagyon sokat olvasnak róla, pletykálnak róla,
mindenfélét kommentálnak róla, de nem biztos, hogy szeretik. Ahhoz, hogy az emberek szívébe belapja magát valaki, ahhoz szerintem még mindig nagyon-nagyon-nagyon hosszú út vezet. Először is sok-sok dal, amit szeressenek meg, és a dalok között az emberből olyan részeket kapjanak, abból az előadóból, akihez kötődik a dal, ami szerethető. És ez a kettő együtt, hogyha hosszú évekig megmarad, akkor úgy gondolom, hogy az emberek kitartanak mellette. Nekem ez a tapasztalatom, és mindig nagyon megköszönöm, hogy 27 éve azt érzem, hogy szeretnek. Megvan a másik oldal is, de gyakorlatilag, ahogy nekem az a dolgom, hogy azokkal törődjek, akik engem szeretnek, úgy gondolom, hogy a másik oldalnak az a dolga, hogy akkor forduljon el, kapcsoljon el, és törődjön azzal, amit ő szeret. Mennyit változtatott, vagy nem tudom, tegeződünk, magázódunk, mennyit változtatott a karriereden a lányod születése, a kislányod megszületése? Változott-e a zenei stílus azóta? A zenei stílus egyáltalán nem változott, hiszen ugye már beszéltünk erről visszautalva, hogy 94-ben készült egy nagyon számíze szerinti lemez, aztán 2004-ben újra. Gyakorlatilag a lányom születése inkább a magánéletünket, az otthoni létünket, az élethez való hozzáállásunkat fordítottak ide teljesen mindenütt sarkából. Ezt annak idején sokszor el is mondtam, hogy én sem hittem, de mindenki, amikor elér abba a boldogságos pillanatban, hogy megszületik a saját gyereke, onnantól kezdve én úgy éreztem, hogy átléptem egy másik dimenzióba. Elindult az életnek egy olyan új oldala, amit addig nem ismertem, és ami sokkal szerethetőbb, mint ami előtte volt. Hogy kellett ezt annak idején? Ugye nagyon sok fiatal anyuka el se tudja képzelni, hogy mi az, amikor visszatér a munkára. Nálatok ez hogy volt? Akkor mentetek együtt fellépésre, kis babástól? Nem, hát szerencsés helyzetben voltam, mert úgy tudtam gondoskodni az otthoniakról. Először is én a kislányomat sohasemre nem akartam vinni. Én akkor éreztem magam nyugodtnak, és akkor éreztem őt biztonságban, ha nincs ott velem. Pont akkor lett volna ez a dolog számomra nagyon zaklatott, és biztos nem tudtam volna figyelni a saját dolgomra, ha tudtam volna, hogy ő valahol ott van, és biztos, hogy az agyam mindig arra zakatolt volna, hogy minden rendben van-e, minden oké-e, ezért inkább otthon maradt, tripla felügyelettel, tehát nagymamák, babysitter, még segítség mindig jött barátnő, amikor már nagyobb volt, hogy én tudjam, hogy jó helyen van, jó kezekben van, odafigyelnek rá és jól érzi magát. De az egy szerencsés dolog, hogy az én szakmám ugye úgy működik, hogy általában péntek, szombat, vasárnaponként dolgozunk, az is leginkább az esti órákban, tehát azért egészen 6 éves koráig, amíg ő nem lett óvodás, én a 24 órából majdnem mind a 24-et vele tudtam tölteni, illetve amikor nem voltunk együtt, akkor ő aludt. Tehát ez egy nagyon-nagyon szerencsés találkozás az én szakmámnak a gyerekneveléssel, hogy tényleg nagyon sokat tudtam vele foglalkozni, aminek most, hogy már 16. éves, nagyon-nagyon érzem a pozitív gyümölcsét. Őt vonzza a médiavilág, a sztárvilág, a bulvárvilág, akármi ezek közül? Ő egyelőre magát a zenét és a táncot természetesen nagyon szereti, hiszen amikor ő volt 3 éves, akkor indítottunk először a suliba, ó, is osztálypont miatta, ami egyébként azóta nagyon-nagyon jól működik országos szinten. Borzasztóan jól megy neki a tánc. Meglepő lenne, ha nem mondanám azt, hogy tehetséges, de tehetséges, úgyhogy nem okozok meglepedést. Nagyon tehetséges kislány énekesként. Nagyon-nagyon jól zongorázott egy darabig, amíg meg nem győzött arról, hogy neki ehhez nincs kedve, és most éppen szünetelteti. Énekelni nem tud, nem akar. Nem tudom, hogy tud-e, mert ha hiszitek, hanem soha életemben nem hallottam őt énekelni, de ez azért valószínűleg egy erőteljes jel arra, hogy ő nem készül énekesnőnek. Körülbelül egy évvel ezelőtt fogalmazta meg egyszer azt, és én ezt mindig tiszteletbe tartottam, azért nem is nagyon lehet őt látni, csak nagyon-nagyon ritkán, hogy ő hihetetlen szerencsésnek érzi magát, hogy ebbe a családba született, de ő a kártérzője szeretne lenni, és nem az úgy amerikai. Én még egy kicsit azért rátérnék a tánciskolára, hiszen ez a másik, nagyon sokan, akikkel beszélgettem, azt mondták, hogy jaj, de jó jön az Zoltán Erik, annak olyan jó táncosai vannak. Hogyan működik a tánciskola? Megy, minden rendben van? Hát először is nagyon örülök neki, mert ez egy jó kritika, hogyha így látják. Hát 24 évvel ezelőtt, 1990-ben, azért mondom a 24-et, mert ez egy kicsit nem csinál, ugye 13 van, de 90-ben indult az első tanévünk, tehát most szeptemberben indul a 24. tanévünk gyakorlatilag.
Akkor elsőként kezdtük meg ennek az akkor nagyon-nagyon friss és modern műfajnak az oktatását Magyarországon tánciskolai keretek között. Ugye én akkor jöttem össze a Robival, ami úgy néz ki, hogy az elmúlt 23 évünket tekintve nem volt egy rossz választás. Ő hozta a tánc tudását, hozta a tehetségét, én hoztam a nevet, a kettőt összeraktuk, és abból lett ez a 24 éve működő országos hálózat, aminek most már több iskolája van Szlovákiában is. Kurzusokat tartunk néha Erdélyben is, lassan remélem majd jövünk ide Szabadkára is. Én ebben a titkot igazán abban látom, hogy a Robi tényleg egy zseniális táncos vagy, nem csak mint koreográfus, hanem mint tanár. Annyi táncos nevelt ki ebben az országban, hogy gyakorlatilag mindig azt szoktuk mondani, hogy kétféle táncos létezik Magyarországon, aki bevallja, hogy járt hozzánk, és aki nem. Mindenfelé, akármerre járunk produkciókba, akikre már esetleg nem emlékszünk, hiszen kisgyerekek voltak, vagy tényleg évek elteltek azóta, mondják, hogy én is nálad kezdtem, én is tanultam nálad. És mindig a Robi neve jön vissza és forog, úgyhogy ez is egy szerencsés találkozás volt, hogy az ő tánc zsenialitása és az, hogy ő mennyire szereti azt, amit csinál, összetalálkozott azzal, hogy én mennyire szeretem a szakmámat, és így, ha ketten működtetünk egy tánciskolát, ahol természetesen az én színpadi jelenlétemben mindig ott a tánc, akkor ennek igenis jól kell működnie. Ketten teremtettetek egy örökzöld dalt, a Mr. Hoembert. Gondolkodtatok-e más közös projektomban? Igen, ez egy örök kérdés. Én ugyanis nagyon élveztem ezt a duett produkciót, nem csak azért, mert ugye ez konkrétan ugye a kislányunkhoz kötődik, ez egy örökérvényű dal marad, de szerintem mindenki számára, aki éppen ebben a korszakban van, ez állandóan egy olyan dal, amit mindig elő lehet húzni a sugdós fiókból, és mindig aktuálissá válik, akkor, ha valaki éppen babát vár. Előtte is volt egy duett lemezünk, ez volt a Végre megtaláltam 5 című album 95-ből, és 97-ben jött a Hoember című album. Robival nehéz a színpadon dolgozni, mert pont azért, amiatt, hogy ő komplexen látja mindig a műsort, tehát ő kívülről szereti, megcsinálja, megkoreografálja a fényeket, lebeszéli, mindenfélét hozzá kitalál a látványt, mondjuk egy nagy élő show-nál, és utána szereti le is vezényelni, látni, beleszólni, belenyúlni, ha valami baj van, és abban a pillanatban, hogyha ő közben a színpadon van, akkor erre nem tud figyelni, szétesik a feje, és nem koncentrál arra, ami a színpadi munkája. Éppen ezért aztán még én kihúztam belőle 2000-ben egy saját albumot, ami szerintem szintén nagyon jól sikerült, egy ilyen nagyon brékes alapokra, hiszen ő bréktáncosként kezdte a pályáját. Olyasmi volt a lemez, annak a legnagyobb slágere talán a Dobtalak című dal volt, amit az időben nagyon-nagyon sokan szerettek, de ő valahogy nem igazán szerette sem a szóló éneklést, sem a színpadi munkát. Mindig megtalálta azt az egyetlen egy rossz arcot, aki csúnyán néz rá a 6000-es tömegből is. És ez egy olyan tulajdonság, ami ebben az esetben színpadi emberként rossz tulajdonság. Ez negatív. Ezeket ki kell zárni. Negatív dolgokat, mint hogy negatív hullámokat is, és a negatív hangot is, nem ennek ki kell zárni az életéből, hogy tudjon a jóra koncentrálni. Ezzel együtt annyi idő eltelt, és most is a színpadra sikerül majd két dal erejéig föl rángatnom, ha nem is szó szerint, de gyakorlatban igen, hiszen két olyan jó kis duettdalt hoztunk erre a ma esti programra, amit úgy gondoltam, hogy nem nélkülözhet ez a koncert. Az egyik az a bizonyos Kis Terület, ami tényleg egy nagy sláger volt kettőntől, tehát azt nem hagyhatjuk ki, a másik viszont az én személyes kedvencem, és azt azért kellett beletenni mindenképpen a programba. És mivel most szeptember 19-én jelenik majd meg egy új Erika album, arra is rátettünk két olyan régebbi dalt, ami a Robival közös. Most megint kattog az agya azon, hogy lehet, hogy mégis csinálunk valami duettet. Én bízom benne, gyakorlatilag nem a rábeszélő készségem az, ami gyenge, hanem szeretném, ha szívből csinálná. Részemről akkor az utolsó kérdés mára, hogy tetszik Szabadon? Hát eddig, amit láttunk belőle, természetesen tökéletes. Fantasztikus volt a hangbeálláson, minden a helyén volt, utána kaptunk egy zseniális vacsorát, most már csak egy zseniális közönséget várunk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen!